Az ENTAN tüntető gazdák sem értenek egyet a földtörvény módosításával. Ez szerint egy-egy önkormányzat területén ugyanaz a külföldi vállalkozó vagy jogi személy 30 évre bérbe vehetni az állami földterületek 30%-át. A 2017 utáni földeladásnál a bérlők előnyt élveznének a vásárlásnál. Nem, hogy részleteket nem támogatunk, hanem abszolút az egészet nem támogatjuk, nem értékeljük felhasználhatónak, és ez mellett még ugyanúgy a zentai termelők aggasztó problémájával is szerettünk volna foglalkozni. A termelők azért is elégedetlenek, mert szerintük a Matijevics húsipari vállalat jogtalanul szántotta fel a mezőgazdaság RT öntözhető 2400 hektáros állami földterületét, amelyre előzőleg kiírták a licitációt, de ezt később felfüggesztették. A termelőket a Városházán fogadták. Én azt hiszem, hogy az ilyen párbeszédekkel ezeket a dolgokat tudjuk tisztázni, mert tulajdonképpen a 2400 hektár az, ami egy törvényes vákum van, mert maga még a bíróság se tud döntést hozni. A többi más tekintetben az önkormányzat igenis az elmúlt pár évben támogatta a gazdakört, támogatta a zentai gazdákat, létrehoztunk több alapot, ami a támogatást biztosítsa. Nagy Miklós a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetségének elnöke szerint komplikált a kialakult helyzet. Nem közölte senki se azt, hogy nem adta le hivatalosan, hogy most a Matijevicsnek jogában, mindaz mellett, hogy az idei évre nem adta be az előbérlet, és nem is bírta beadni az előbérleti igényét, tehát ezeket a földterületeket az idejében még nem lett volna neki joga használni. Ezt mindenki tudja, de ezt most jogilag kellene valakinek bizonyítani, és ez az,